Az idei év meglehetősen összetett és nagyon sok váratlan fordulattal teli év volt számunkra, közölte a sajtótájékoztatón Vicsek Anna Mária, aki hozzátette. A 2020-as választások sikeresek voltak, ez pecsételte meg az évet pozitív értelemben. A Vajdasági Magyar Szövetség ezeken a választásokon történelmi sikert ért el minden szinten. Az Újvidéki Városi Szervezet esetében ez azt jelentette, hogy a városi önkormányzati képviselőtestületben immár nem csak egy képviselőnk van, hanem kettő, Kis Gyula és Ladisics Melinda személyében. A rendkívüli állapot idején a VMS városi szervezete segített az idősebb polgároknak a vásárlásban, illetve a csomagosztásban is részt vett. A Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ melléképületét sikerült felújítani, a főépület renoválására pedig a jövőben kerül sor, nyilatkozta Vicsek. Nagyon nagy siker a számunkra, hogy a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központnak a felújítására a jövő évi költségvetésből sikerült kiharcolni azt az összeget, ami a jövő évben elegendő lesz annak, hogy egy nagyobb jellegű és egy nagyobb hangvitelű, nagyobb lélegzetvitelű felújítás legyen, hiszen 61,4 millió dinárt látott elő a város a költségvetésből a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központnak a fő épületének a felújítására, majd 22-ben szintén lesz ennek a folytatása. A városi szervezet a jövő évre tervezi az 1944-es, 45-ös áldozatok emlékművének a felavatását, közölte Vicsek Anna Mária.